Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves dombováriakat. A mai sajtótájékoztatónk rendhagyó lesz. Az én szerepem most csak annyi, hogy szeretném felkonferálni azt a kolléganőt, aki ma tájékoztatni fogja önöket a városunk és térségének egy jövőbeli fontos fejlesztési elképzeléséről. Ebből a szempontból kicsit szakmai lesz az anyag, de talán nem baj, hogy azok, akik érdeklődnek a téma iránt, egy átfogó tájékoztatást kaphatnak a naturparkokat illetően. Kérem, fogadják sok szeretettel Pintér Katát, városunk természetvédelmi referensét. Kata, tiéd a szó. Tisztelettel köszöntöm Önöket! Bizonyára hallottak már róla, hogy Szabó Lóránt polgármester úr kezdeményezésére több környező településsel szeretnénk létrehozni egy naturparkot. A naturpark egy olyan nagy kiterjedésű terület, mely jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, valamint a fenntartható turizmust, a természetvédelmi oktatást és a természet kímélő gazdálkodás megvalósulását szolgálja. A naturparkok története Európában több mint 50 évet ölel fel. Jelenleg Németországban 104, Ausztriában 48, Svájcban pedig 14 elismert naturpark működik, Franciaországban viszont 46 regionális naturparkot tartanak számon. Országonként eltérőek a parkok méretei, pénzügyi lehetőségei és menedzsment szervezetei. A naturparkok első hazai szabályozása a 2004-ben módosított természetvédelmi törvényben jelenik meg, melyben a naturparkok fogalma és létrehozásának meghatározásra kerül. 2013-ban együttműködési megállapodás jött létre több vidékfejlesztési intézmény és a Magyar Naturparkok Szövetsége között. Ennek eredményeként 2014-ben elfogadásra került a Magyarországi Naturparkok szakmai koncepciója, 2016-ban pedig a Magyarországi Naturparkok fejlesztési koncepciója 2015 és 2030 közötti időszakra. Jelenleg az országban 9, a természetvédelmi miniszter által elismert naturpark működik, mely az ország 4,1%-át teszi ki. A naturpark létrehozása számos előnnyel jár a térségünk részére, de a legfontosabb, hogy vidékfejlesztés, gazdasági együttműködés, turizmusfejlesztés, környezeti nevelés és településmarketing valósul meg. Egyben térségi védjegy jön létre, amely a fenntarthatóságot is célul kitűző környékbeli vállalkozások helyi termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását segíti. A naturparkok szakmai tevékenysége 4 alappillér mentén valósul meg. Az első a természeti és kulturális örökség védelme, a második a környezeti nevelés és szemléletformálás, a harmadik a vidékfejlesztés, a negyedik pedig a turizmus és pihenés. Az általunk létrehozni kívánt naturparkot a következő települések alkotják. Dombovár, Döbrököz, Kurd, Csibrák, Dúzs, Mucsi, Hőgyész, Lengyel, Kisvejke, Mekényes, Nagyhajmás, valamint Mágocs. A lehatárolt terület a Tolnai hegyhát erdővel fedett dombsági táját öleli körbe, valamint két Natura 2000-es területet is magába foglal, mint a lengyel-hőgyészi erdők és a nagyhajmási dombok. A 12 település által létrejövő terület nagysága 350,28 négyzetkilométer, mely a már meglévő naturparkok között a 7. helyet foglalja el. A lakosság számot tekintve több mint 29 ezer főt érint, és a tervezett naturpark területén 27,6%-os az erdősültség aránya, mely az országos átlagot több mint 6%-kal haladja meg. A naturpark elnevezésére a táji adottságokat és a Magyarország kistájainak kateszterét tekintve javasolt a Kapos Délhegyháti Naturpark. Az országban több hegyháti terület van, emellett pedig ezen a területen meghatározó szereppel rendelkezik a Kapos folyó, így adva magát az elnevezés is. Fontos tudni, hogy a tájak lehatárolása különböző tudományok között is vitát okoz. Míg a természetföldrajz, földtani és geomorfológia alapon vizsgálja, addig a néprajztudomány a felszín tagolódására alapoz, de figyelembe veszi a történeti, társadalmi és nemzetiségi változásokat is. Minden tudomány a saját szempontrendszere szerint határozza meg a tájak pontos területét, azonban éles határvonalakat egyetlen táji egység vonatkozásában sem lehet húzni. Az elmúlt hónapokban már megkezdődtek a naturpark létrehozásával kapcsolatos egyeztetések. Szeptember elején egy megalapozó megbeszélés történt a területhez kapcsolódó települések vezetőivel.
Ellátogattunk a települések polgármestereihez, ahol elhangzottak a Naturparkkal kapcsolatos elképzelések, majd a települések vezetői körbevezettek minket, és bemutatták községeik értékeit. Az egyeztetések során pozitív visszajelzéseket kaptunk, az érintett települések egyöntetűen támogatják az elképzelést. November elején kezdtünk meg a tárgyalásokat a Gyulaj ZRT-vel, aki a Dél-Tolnai Hegyhát állami tulajdonú erdeinek vagyonkezelője, és az Aponyi Sándor mezőgazdasági szakképzőiskola igazgatónőjével is tárgyaltunk. Folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot a térség helyi vállalkozóival, csak hogy néhányat én említsek, ilyen a Léman, a Horvát, vagy a Gróf Aponyi Pincészet Lengyelen, Nagyhajmáson Mári néni vendégháza, a Kisvejkei vagy Lengyeli gyümölcsföld feldolgozók, illetve több turisztikai intézmény is. Január közepéig még számos találkozót szervezünk az érintett önkormányzatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel, civil szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel. Utána egy közös egyeztetőre kerül sor, ahol már konkrét célok kerülnek meghatározásra, és remélhetőleg az együttműködési szándéknyilatkozatok is aláírásra kerülnek. A tervezett naturpark kiemelt jelentőségű lehet, hiszen környékünkön már két működő naturpark van, mely jó alapot biztosít ahhoz, hogy egy térségi szintű összefogás valósuljon meg, és az Európai Uniós pályázati programokon való közös részvételhez is alapot nyújt. Dombovár városának képviselőtestülete október 27-i ülésén fogadta el a névhasználati cím megszerzéséhez szükséges lépések előkészítését. A cím megszerzéséhez egy szövetség vagy egy egyesület a legcélszerűbb, hiszen így nem csak önkormányzatok, hanem civil szervezetek, intézmények, gazdasági szereplők vagy magánszemélyek is bevonhatók. Ahhoz, hogy a címet megszerezze a térség, feltétel, hogy egy naturparki szakmai háttértanulmány és annak részeként egy fejlesztési koncepció is elkészüljön, melyet először a minisztériumnak kell megküldeni véleményeztetésre, majd hogyha ezt elfogadta a minisztérium, egy rövidebb felterjesztési dokumentációt kell megküldeni számukra. Ebben szakmai segítséget nyújt számunkra a Herman Otto Intézet fő tanácsadója, aki számos naturpark létrejöttében segítkezett már, és a már említett naturparki koncepciók megalkotása során koordinációs szerepet töltött be. Önkormányzatunknál is többen dolgozunk azon, hogy sikerre vigyük ezt az elképzelést. Terveink szerint 2017 tavaszának elejére elkészülnek azok a szakmai anyagok, amelyek alapján még tavasszal is hivatalosan kezdeményezhető a naturparki névcím használat. Köszönöm a figyelmet!